Összesen 14 óvodás csapat érkezett december 2-án a sportcsarnokba, hogy az Ovi Foci Kupa keretében összemérjék erejüket, ügyességüket. A Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek és Ifjúsági Bizottsága ebben a szezonban is 4 fordulós bajnoksággal hívta pályára a kicsiket, a záró rendezvény pedig a hétfői esemény volt. A gyerekek már nagy örömmel várták, hiszen tudják, hogy a tét nagy, mert a legtöbb gólt rúgó csapat, aki a 4 alkalommal a legtöbb gólt rúgta, az viszi haza a mezeket. Természetesen mindenki kap ajándékot, hiszen annyi szponzorunk van, hogy minden gyerek nagy táskával fog hazaérkezni a saját óvodájukba, tehát kapnak üdítőt, kapnak kupákat, kapnak érmeket, kapnak Mikulást, mert megérkezik a Mikulás bácsi is, és ő adja át majd ezeket az ajándékokat, illetve a Dunajvárosi óvoda minden csapatnak 2 társas játékról is gondoskodott, tehát azért bőven-bőven kapnak, a Puszta Szabolcsról pedig joghurtok érkeztek. A Dunajvárosi óvoda 12 tagintézményéből, valamint Kulcsról és Rácalmásról is jöttek nagycsoportos ovisok a megmérettetésre. Igyekeznek a csapatokat minden egyes alkalommal úgy összeállítani, hogy sokan kipróbálhassák magukat a pályán, sokaknak legyen része ebben az élményben. Próbálnak azért az óvónénik arra törekedni, hogy mindenkinek lehetőséget adjanak. 6 kisgyerek érkezhet egy óvodából, és azért arra figyelünk, hogy nem mindig ugyanazok, másnak is legyen élménye. Általában nagycsoportosokat osztjuk be 4 alkalommal, és azért így minden kisgyerek helye közel lehetőséghez jut. Hát vannak bizony sok kislányunk is, mert van úgy, hogy a nagycsoportosok közül több a kislány, mint a kisfiú, de olyan boldogan zavarják, rúgják azt a bőrt, hogy az valami eszméletlen. Megkockáztatom, némelyik ügyesebb, mint valamelyik kisfiú. A délelőtt jó hangulatban telt, izgalmas mérkőzéseket játszottak egymással a csapatok, az ovisok mindent beleadtak. Hát, jó. Miket csináltatok? Hát azt mondta nekem apa otthon, hogy jajzoljunk neki valami szépet. És itt mit csináltatok? Fociztunk. Szoktál focizni? Igen. Ez a kedvenc sportág? Igen. Na és miért? Mert gólt lehet rúgni és kupát lehet nyerni. Már évek óta szervez kupasorozatot az ovisoknak a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség. Tavaly létrehozták a Gyermek és Ifjúsági Bizottságot, hogy az ovisok mellett az általános és középiskolás diákoknak is biztosíthassanak ilyen játékos mérkőzéseket szervezett körülmények között. A szövetség ugye a felnőttekkel dolgozott először együtt. A célja az volt, hogy mindenki mozogjon, és ebbe épülnek be most már a gyerekek. Nagyon szép eredménnyel 12 dunajvárosi és egy Kulcsi és egy Rácalmási óvoda csatlakozott hozzánk. A gyerekekkel való együttműködés célja az, hogy tényleg mindenki megszeressen valami sportot, mozogjanak, jól érezzék magukat. A kupa záró fordulójára ellátogatott a Mikulás is, aki kis ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek, és segített kiosztani a díjakat is. A Vándorkupát ezúttal a Csillagvirág tagovoda nyerte meg, a második helyen a Napsugár, a harmadik helyen pedig a Kincskereső tagovoda csapata végzett. A szervezők tavasszal ismét megrendezik a kupát.